A kínai tenger egyik rejtélyes szigetén magasodik egy erődítmény falak nélkül. Az erődöt legyőzhetetlen hadsereg védi, szokványos fegyverek nélkül. Ez itt Han szigete. Az ínyenc élvezetek. Csak azért hízlalnak, hogy utána leöljenek. És a hirtelen halál meleg ágya. A sárkány közbelép felújított változata, új részletekkel kiegészítve kölcsönözhető videókazettán. John Saxont láthatjuk Rupert szerepében, aki megmenekült az alvilág karmaiból. Majd találni fogok neked méltó ellenfelet. Van egy határ, amit nem lépek át. Csak azért, hogy itt a halál karjaiba fusson. Ebben a filmben vállalt először szerepet a híres amerikai karate bajnok Jim Kelly, aki Williams-t alakítja. Williams az utcákon nőtt fel. Tudja, mit jelent az életben maradásért küzdeni. A stílusod szokatlan. Nem a művészet, hanem a harc, amit élvezel. A győzelmet. És a főszerepben a harcművészetek koronázatlan királya, a fekete öves legenda, a legyőzhetetlen színész, Bruce Lee. Mit tud Hanról? Királyként él azon a szigeten. Szinte mindene megvan. És nincs elegendő bizonyítékuk, hogy letartóztassák? Mindent tudunk róla, csak nem tudjuk rábizonyítani. Azt szeretnénk, ha behatolna a szigetre. Lee feladata, hogy találja meg Han szigetét, és tegye a föld színével egyenlővé. Rupert, Williams és Lee. Behatol Han gonosz birodalmának titkos kazamatáiba, és ott találkozik a gyönyörű, de álnok Tanyával, a csodaszép, de veszélyes Mai Linggel, és a törékeny, de halálos Su Linnel. Rupert, Williams és Lee. Amikor végre felfedezik a sziget titkát, rájönnek, hogy a kiismerhetetlen Han elől lehetetlen elmenekülni. Rupert a pénzért csinálja. Remélem segít nekünk, és képvisel minket Amerikában. Hogy én magukat Amerikában. Williams azért ment bele, mert nem volt más választása. És Lee. Az ő feladata volt, hogy a másik kettőt élve hozza ki a szigetről. A sárkány közbelép és Bruce Lee halálának 25. évfordulója alkalmában jelenik meg most a film felújított változata. A kazettára számos meglepetés mellett felkerült egy Bruce Lee interjú, amelyet most először láthat a közönség. A sárkány közbelép. Forgalmazza az Intercom. Egy fiatal ügyvéd élete nagy lehetősége előtt áll. Bill Chadwick Waters. Munkát ajánlunk önnek New Yorkban. Minden költség fizetve, luxusszállás önnek és a feleségének. Istenem! Pénz, hírnév és siker vár rá. Jelenleg 40 megbízónk van, nem beszélve a vállalati ügyfelekről, közel 25 országból. Nagyon elfoglalt, 15 perce van. Sok sikert. John Milton. Kevin Lomax. Milyen érzés lecsukatni valakit, aztán másnap felmenteni? Hozzá kell szokni. De gondolom megéri. Íme a paradicsom. Kellett az ördögöt a falra festeni. A hatalom és kísértés világát. Ki az ott a szenátorral? Egy olyan ember irányítja. Esküszöm valminket. Ördögöt. Megérte. Aki valóra váltja álmaid. Miért nem jön fel? Most? Legbelsőbb vágyaid. Csodálom a tehetségét. Tudja, mit látok? Látom ennek a cégnek a jövőjét. Megérzi félelmeid. Milton, benne van mindenben. Vegyi fegyverek, mérgező hulladék, pénzmosás a keleti blokknak, és ez csak az elej. Menjünk el innét, Kevin! És ismeri a lelked árát. Gyereket szeretnék.
ki maga? Ó, sok néven ismernek. Kezdettől fogva itt vagyok a földön, és mindent láttam. Isten imád figyelni, egy távol élő házi úr! Keanu Reeves. Mindig ott volt. Most már tudom. Al Pacino. Miközben az úr alszik! Mi győzni fogunk. Most én jövök. Az ördög ügyvédje. Forgalmazza az Intercom. A mindennapi betevő megkeresése akkoriban nehéznek bizonyult. A gyilkolás viszont könnyen ment. Egy férfi kezében az apró pénz milliókká vált. Egy új fiú akar a városba jönni. Örömmel nyújtom át neki az ajándékomat a belvárosba. De a harc a fillére kért. Te jössz. Háborúvá fajult. Lawrence Fishburne, Tim Roth, Vanessa Williams, Cecil Tyson és Lucky Luciano szerepében Andy Garcia főszereplésével. Ebből háború lesz. Vörösre festem a várost a vérével. Figyelmeztettelek. Készülj az utolsó lépésre. A gangster. Forgalmazza az Intercom. London 2084. Az X-akták a film rendezőjétől. Felébresztették a szörnyeteget, mely évmilliókig aludta álmát. A faj, mely idősebb a dinoszauruszoknál, kiszabadult, és kegyetlen rémálomként söpör végig a földön. Hogy szaporodhattak el ennyire egyetlen év alatt? A legfejlettebb teremtmények. Kitűnő a látásuk nappal, és talán még tökéletesebb éjszaka. Elképesztő intelligenciával. Bujocskázik velünk. Ez inkább macska egérjár. És mindent elsöprő erővel. Két mirigy a szájüregben, mindkettőben egy-egy vegyszer. Megfelelően vegyítve a végtermék napalm. Egy kalappal. Egy, aki védelmez. Ki kell tartanunk, együtt menni fog. És egy, aki harcol. Semmi varázslatos nincs bennük. Hús és vér. Ha kivágod a szívét, megdöglik. Tudjuk, hol a fészek. Londonba megyünk. Idén. Vertikál egy a helyén. Kezdetét veszi. Másfél kilométer, gyorsan közelít. A végső összecsapás. Készen álltok a táncra? A nyomukban van! Menj, menj, menj! Egy esélyük maradt, hogy visszafoglalják a világot. Matthew McConaughey, Christian Bale. 2020. A tűzbirodalma. Forgalmazza az Intercom. Gyere! Végre eltaláltál valamit. A barátodnak lenni már önmagában is kaland. Így igaz.
Edmond Dantesre ígéretes jövő várt. És egy szerelem... Annyira hiányoztál. Amit bárki irigyelhetett volna. Amint megengedhetem magamnak egy gyűrűt. Nincs szükségem rá, nincs. A Marseille bíró nevében letartóztatok. Magyarázatot követelek. Te voltál? Miért tetted? Bonyolult. Eleinte nem volt világos, miért támadott hátba, de látva rendkívüli jegyesét már tökéletesen értelek. Ártatlan vagyok. Úgy értesültem, hogy Edmond Dantest kivégezték. Azt tanácsolom, fogadd el Fernand házassági ajánlatot. Taníts meg vívni. Törrel, karddal. Jó, túl jó. Szökésről beszélt. Segítségedért cserébe felajánlok egy kincset. Monte Cristo kincsét. Kövesd a jeleket. Gazdagabb vagy, mint bárki, akiről valami is hallottam. Mit akarsz, Sven? Elég tételt. Idén ősszel. Megváltoztatom a személyiségem. Gróf leszek. Hölgyeim és uraim, bemutatom Monte Cristo grófját. A gróf bosszúra éles. A halál túl kegyes lenne. Szenvedjenek, ahogy egykor a én is. Gróf vagyok. Nem szent. Monte Cristo grófja. Forgalmazza az Intercom. Idővel, a közeli jövőben a városokból puszták lesznek, az utak harcterekké válnak, és a világ kincsei egyetlen ember tulajdonába kerülnek. Azonnal foglalkozz az ügyünkkel. A népnek csak egy lehetősége maradt. Egy lelkes forradalmár. Engem többen üldöznek. És egy titkokat rejtegető szökevény. Melletted állok. Ki az a Krapek? A sötétség újabb korszakában. Te csak tüzelj! Igen, teli találat! A centúriók próbálták megakadályozni egy ember szörnyű tervét. Akarom azokat a holttesteket! Mely elpusztítaná a népet. Uralja az ételünket! Rajtam nem fog uralkodni! Hajnalra holtan akarom látni őket. Most imádkozhatsz! John Savage, Oscar díjjelölt. Jennifer Barker, Charles Napier és Rhino Michaels főszereplésével bemutatjuk a Centurio erő című filmet, amelyben elkezdődik a harc a jövőért. Az embernek már arra sincs ideje, hogy végig gondolja, mit tud a világról. Elvesztettük az időérzékünket, és ez nagy baj. Nem kell félned. Ez csak a szokásos szertartásunk. Így avatjuk be azt, aki hozzánk. Összejövünk valakivel, de újra és újra elkövetjük ugyanazokat az ostoba hibákat. Elkezdődnek a hétvégék, és mindig ugyanaz a tévoly vár ránk. Hector számára. Hector! Hector! Elég! A történelem az önmegismerés egyik módszere. Figyelj! Így kell csinálni. Pedig valaha tudtuk. De a körülmények áldozata. Nincs más barátom a rabszolgák között. Kérlek, halljunk meg együtt. Nem, nem. Isten tudja. A szerelem fogja. Ne engedj a kísértésnek, ne es bűnbe, testvérem. Most hogy maradjak nyugton? És valóban rabszolga. Szabad akarok lenni. Azt hiszi, csak így elmegy innen. Nekem haza kell mennem. Korszakokat élt át. Mások bőrébe bújt. No, csak itt a láthatatlan papa.
Fölültök rá, srácok? Hát persze. Hogy lehet ezzel landolni? Ez a csodás kaland egyetlen tanulsággal szolgált. Az ember mindig legyen ember a talpán. Mondtam, apa, ez lesz életed legcsodálatosabb élménye. Mit akarsz ennél többet? Nem sokat. Bill Forsyth filmjének főszereplője, az emberiség történelmén végigszáguldó Robin Williams. Ember a talpán. Milyen napod volt? Rám szakadt a világ. Ember a talpán. Forgalmazza az Intercom. És ha nem sikerült volna a partra szállás? És ha a nácik megnyerték volna a háborút? És ha Hitler nem lett volna öngyilkos? Vajon hol tartana most a világ? Hihetetlenül izgalmas film, egy nagy sikerű regény alapján. A harmadik birodalom. Forgalmazza az Intercom.